Munkában a Kisalföld fotósa. Mészáros Mátyás Fáklyásmenet című képért két díjat zsebelhetett be egy fotóriportereknek kiírt pályázaton. Egyszer megnyertem a híres esemény kategóriában az első helyet, illetve az a Eser Károly külön díjat, ami a legjobb hírfotóért járó külön díj. A nyertes alkotás Győrújfalun az Árvíz után készült. A győrújfalui polgármester még az Árvíz alatt megígérte, hogyha úgymond megnyerik a csatát az Árvízzel szemben, akkor egy árvízűző bulit szervez, aminek a utolsó momentuma, úgymond ez a fáklyás felvonulás volt, amikor több százan, akár talán ezren is égő fáklyákkal vonultak ki a gátra, ahol elénekelték a magyar himnuszt, és ezzel lezárták úgymond az Árvizet. Mészáros Mátyás azt mondja, a díj hatalmas megtiszteltetés számára. Olyan fotósok neve mellett szerepelek most én is, akikre nap mint nap felnézek, úgymond követem a munkáikat, és egy példaként szolgálnak nekem. Mindemellett egyfajta visszaigazolás, hogy amit csinálok, azért nem csinálom olyan rosszul. A fotóriporter hozzátette, az elismerés egyben ösztönzés is, hogy a jövőben még jobban végezze munkáját.